Véget ért az Arszakra Fesztivál. Az egyhetes kulturális fesztivál a szakrális művészeteknek adott teret országszerte. Közel 400 rendezvény, kiállítás, koncert, irodalmi est és interaktív program várta a látogatókat. A nyitott templomok napján az ország több mint 100 templomában nézhettek szét az érdeklődők, köztük a Mátyás templomban is. A budavári templomról kiadvány is jelent meg a szakrális művészetek hetén. A programsorozat kiemelkedő eseménye volt a Szent Efrém férfikar hangversenye, valamint a Magyar Sound Painting Társaság interaktív performansza. A hét zárásaként Bogányi Gergely adott hangversenyt az Iparművészeti Múzeumban. A fesztivál szervezői azt ígérik, a jövő évben még szélesebb kínálattal, még több városban várják a szakrális művészet iránt érdeklődőket.